A mennyiség nagyon fontos tényező. Szekszárd mégis a minőség mellett tette le a voksát évtizedekkel ezelőtt. Gyurkovics János beszédében kitért arra is, hogy ezen a versenyen nem elég jó borral indulni, hogy Szekszárd városborává válhasson, kiválónak kell lennie. A lehetőség pedig adott, hiszen rengeteg nedűt neveztek a megmérettetésre. Az idei évben ilyen 208 bor jelentkezett a bírálatra, és ezt 8 bizottság keretében fogjuk elbírálni, minden bizottságba 6 bírálót delegáltunk. Ebből sajnos vannak visszamondások betegség okán, itt van egy járvány, úgy néz ki az országban, ugyanis az ország minden részéről érkeznek ide bírálók, nagyobb borvidékekről, itt van a Magyar Borakadémiának az elnöke, a Maténak az igazgatóasszonya, a Magyar Borakadémiának alelnökei, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a tagjai, és természetesen a szekszárdi borászok. A bizottságokban nem csak borászok, de tudósok, kutatók is helyet kaptak, így nem pusztán a profi ízlelés, de tudományos megközelítés is szerephez jutott az értékítéletek meghozásában. Rendkívül fontos azért, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyek azok az idei borok, amelyek a legjobbak, melyek azok, amelyek aranyérmes, melyek esetleg amelyek sampiondíjasak. Én azt gondolom, hogy a szekszárdi borvidéken mindig jó lehetőségeink vannak nagyon jó borokat kóstolni, hiszen tudjuk jól, hogy ez egy nagyon jó vörösboros borvidék, és hát én már előre várom, hogy nagyon finom és nagyon elegáns, jó, mély, robosztus telt vörösborokat kóstolhassak. Mint azt mindannyian elmondták, a térség legnagyobb borversenye ez. Nem csak a borok készítőinek elmúlt időben nyújtott munkáját bírálják, de a jövőt is most mérhetik fel, és dönthetnek egy olyan csapásirány mellett, amely tovább erősítheti a hazai borpiacot úgy itthon, mint külföldön.